Na, sziasztok srácok, itt vagyok egy újabb videóba. Nyissuk is gyorsan a ládákat. Gyorsan egy kis gold, igen, semmi érdekes. Butterrum, nem érdekes. Archer, nem érdekes. Legendary! Bizonyám, egy legendary lap, mint hozzá egy Inferno Dragon. És ez azért lett ez a challenge nekem három win-es, mert öcsém trollkodott a karakteremről. Én meg így mondom, hogy aha, három win, de jó. És erre legendary nyitok ebből a ládából, boom! 200 IQ. Következő láda, egy remek gold chest, ez mindenkinek a kedvenc ládája. Aztán egy kis heal spell, hogy édesebb legyen a fagyi. Nos, és elérkeztünk a Legendary Kings Cup chesthez. Nézzük, először is Minion vagy Archer, akarom mondani repülő kecske szakállú dökkesejű, egyértelműen azt választjuk. Egyébként ez öcsém karjáról van, az első az én karimról volt, ez most öcsém karjáról van. Természetesen Ágyus bácsim, most egy kis tűzlélek vagy barbár, egyértelműen Fire Spirit, Tesla vagy ez az új lapocska, hát Tesla, a következő lap az Mini Pekka vagy pedig Zeppiz. Én személy szerint sokkal inkább Zeppizes vagyok, de öcsém Mini Pekkás, ezért azt választottuk el. Elektrosari vagy pedig Skeleton Army, egyértelműen Elektrosari, most egy nagyon-nagyon erős lap. Gondolkoztam is, hogy kihúzzam, de aztán rájöttem, hogy miért mi a gyengeséges, ezért nem húzom. Nightwitch-et unlockolja, ezért ezt választotta. Igaz, hogy kinyitottuk ezt a három fenomenálisan csodás ládát, különösen a gold chestet, azt gondolom, menjünk egy Brawl Stars meccset így a végére. Kezdjük is el, nézzük, milyen csapatot kapok, remélem rendkívül erőset, mert gyenge játékos vagyok, és kell a carry. Nos, én bízok a csapattársamba, mert a csapat az mindig jó-rossz. Na mindegy, az a lényeg, hogy meg fogom nyerni, mert most ahhoz van kedvem. És ha nekem úgy van kedvem, akkor megölöm azt a Franket. Erről van szó, kérem. Ha most úgy van kedvem, az egy két emberes ulti lesz. Úgy is volt kedvem. Az viszont egy elég gány ulti lett a második, de nem baj. A csapatjátékban a legfontosabb tanács, amit tudok nektek adni, az az, hogyha vesztesz valami oknál fogva, akkor a csapatodat tudod szídni. Csak ezért éri meg csapatjátékkal játszani. Ez a baj a Clash Royale-al, hogy elkezdesz rage-elni, mert te vagy a szar. Itt simán tudod azt mondani, hogy a csapat a rossz, én jó vagyok. Igazán a játékos bármilyen csapattal lehozza a meccset. És ez a lényeg, hogy ne a csapatot szidd, hanem a csapat társaidat. És ha nyersz, akkor írd be, hogy ez a csapatjátéknál ez a lényeg, ezt muszáj, hogy megtelítsam nektek. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Na most ez lehet problematikus, ha én meghalok. Ijja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 jj
Mortis. Az egy zónázó ulti volt, mielőtt megkérdezné valaki. Bizonyám zónálásra volt, arra rendkívül jó volt. Látjátok? Ez az ultimát lett megnyerve ez a meccs. Hú, basszus. Ez a videó. Na mindegy, igaziból egy kis gyors Brawl Stars gameplay volt. Csak azért, hogy legyen valami tartalma is a videónak, ne csak három darab ládát nyissak. Főleg egy goldot, mert azért az tényleg elég trash. Na mindegy, ha tetszett, iratkozz fel, dobj egy lájkot, ha te is szeretnél három winners challenge-ből lecsendarítani, kötelező lájkolnod. Egyébként én Nándor Royale voltam. Csőcsű, jó ét.